Kisfalusi Andrással megyetelepülés polgármesterével beszélgetünk a mai napon, amikor a Somogy megyei önkormányzat a megyei település, aki a polgármesternek és jegyzőnek szervezett egy konferenciát. A többi előadótól is hallhattuk, hogy a következő év fekete esztendő lesz az önkormányzatok számára is, hiszen nagyon nagy megszorítások lesznek. Ezek az ön települését hogyan fogják érinteni? Sajnos nagyon rosszul fognak érinteni bennünket, mivel több intézményt tartunk fel, így gyakorlatilag az ellátás minden területéről megvonások vannak. Mennyekösségben van egy nagy iskola, aminek a költségvetése 247 millió volt az idén. Integrált szociális központunk, óvodánk van, egészségügyi ellátást biztosítunk, és mindenhonnan az elvonások miatt egyelőre nem látjuk pontosan, hogy hogyan tudjuk majd a jövő évet teljesíteni. Nem látjuk azokat a pontokat, hogy honnan tudunk még pénzt megtakarítani, ugyanis valamilyen módon azért a dolgozóknak a munkáját meg kell becsülni, meg kell tartani őket, hiszen jó szakemberek dolgoznak az intézményeinkben. Ez azt jelenti, hogy gondolom, hogy ha van esetleg tartalékok, akkor fel kell élni azt, illetve szükség esetén hitelfelvételre szorítkoznak, vagy pedig minisztériumi támogatásban reménykedhetnek. Hát én attól tartok, hogy a működési hitelt mindenképpen fel kell venni. Eddig is rászorultunk már. Remélem, hogy a pénzintézetnél még lesz valamennyi hitelünk. Tartalékainkat a pályázataink önerejeként gyakorlatilag feléltük. Igazából önkormányzati törzsvagyon van, épületek, ingatlanok, amelyekhez azonban nem szeretnénk hozzányúlni természetesen. Az ön településen van esetleg folyamatban lévő beruházás, amit következő évben tudnak-e folytatni, vagy pedig ezt is le kell állítaniuk, mint több más településen? Két nagyobb beruházásnak fizetjük a kamatait, a hitelkamatait. Az egyik egy szennyvízcsatorna beruházás, amely két éve adtunk át, és most épp a héten raktuk le az iskola aulójának az alapjait, ami egy 130 milliós beruházás, mindegyik uniós beruházás volt. Így gyakorlatilag a hitelkeretünk is véges. Egyéb kisebb beruházásokra szinte nem is gondolhatunk. Az ön településen van esetleg az önkormányzaton kívül más foglalkoztató, vagy a munkanélküliség, ami jelenleg ilyen magas, a korábbi évekhez hasonló, és hát korábbi évektől eltérően többszöröse lehet akár, ez hogyan érinti? Mernyén van több mikrovállalkozás, gépipari vállalkozások is, 30-40 főt foglalkoztatnak. Én ismeretemi alapján olyan problémáik vannak a válságból adódóan, hogy késedelmes fizetés miatt a partnereik nem fizetik ki a leadott árut, így bizony nekik is kicsit nehezebb. A munkanélküliek aránya főleg az alul képzett dolgozók körében magasabb. Ezen valamelyest az önkormányzatnál felvett szociális munka, illetve szociális munkásokkal tudjuk ezt csökkenteni. És a település az hány lakosból áll, és összesen hány ember tudnak így foglalkoztatni? 1524 fő a mernyei község lélekszáma, és most olyan 18 főt tudunk foglalkoztatni közcélú munkásként. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!